óriási felfedezésre jutottam. Ez hihetetlen. Micsoda? A nap valójában nem is sárga. Komolyan. Gyere, megmutatom. Ha felnézünk az égre, akkor látjuk, hogy a nap sárgás-fehéres színű. Ám valójában, közelítsünk csak jobban rá. Ez csak a Föld légköre miatt van így. De hiszen ez kék. A Föld légköre bizonyos színeket egyszerűen csak szétszór. Ezért csak innen a Földről nézve sárga. Az ég is emiatt kék. Ezt meg kell néznünk közelebbről. RK2000, irány az űr! Felkészülés a kilövésre. Visszaszámlálás. 3, 2, 1. A két űrutazó rakétája fénysebességgel haladt a galaxis felé. A világűr hangtalanságára NM86-nak és RK2000-nek fel kellett készülni. Ott ugyanis a hang terjedése a légkör hiánya miatt lehetetlen. Így rádióhullámok segítségével lehet kapcsolatot tartani. Nyomd meg a QRX kódot, és húzd meg a kart. Mit? Azt a piros gombot. Ja. Nézd, egy meteor. Hú, ez közel volt. Meteorok. A hullócsillagok elnevezése. Remélem, nem felejtettél el kívánni. Nem. És már teljesült is. Súlytalanság. A galaxis egy másik tulajdonsága. Azta, nincs gravitáció. Lebegünk. Ez tényleg kék. Na látod? Megmondtam. A két űrhajós elégedetten és izgatottan tért vissza a Földre, hisz jól tudták, az űr hatalmas, végtelen és rengeteg a felfedezni való benne.